emlékezetes, hogy a nyáron a kormány egy saláta törvénybe bújtatva elfogadott egy olyan javaslatot, amely munkavállalási engedély nélkül tágra nyitná, és tágra is nyitotta a harmadik világból érkező munkavállalók számára Magyarország kapuit, így hát várható volt, hogy fognak érkezni sokan Ázsiából vagy Afrikából. Ez történt Makón, a gumiipari gyárban, a Continentalnál, amelyről én azt gondolom, hogy felháborítóan hű keresztmetszetét mutatja a magyarországi állapotoknak, ugyanis évekkel ezelőtt egy kollektív vita körüli sztrájk kezdeményezés miatt, illetőleg munkások egy csoportja sztrájkot is kezdeményezett, majd ennek folytán kivívták jogos követeléseiket, akkor úgy tűnt, hogy az ügy el is van rendezve. Azonban később a makói gyár vezetése elkezdte kirúgni ezeket a dolgozókat. Olyan dolgozókról volt szó, akik akár már több évtizede ott dolgoztak, a munkájukkal semmiféle probléma nem volt, tehát teljesen világos, hogy egy aljas, közönséges bosszúról volt szó. És most mit ad Isten, szükség lenne mégis munkavállalókra. Ellenben a makói gyár vezetése nem magyar munkavállalókat vesz fel, hanem indonézeket. Bár ők azt mondják, hogy azért, mert más nem jelentkezett, csak hogy a valóság mást mutat, a szakszervezet állítása is mást mutat, illetve olvastunk olyan véleményeket, hogy olyan dolgozók szerettek volna visszatérni a Continentalba, akiket korábban kirúgtak, ám őket még válaszra sem méltatták. A makói gumiipari szakszervezeti szövetség közleményéből pedig tudjuk, hogy a feltételek sem egyenlőek. Az indonéziaiak számára fizetik a lakhatást, a rezsit, az utaztatást. Magyarok számára ilyeneket nem nyújtottak. Jelen válsághelyzetben én azt gondolom, hogy nehéz is a szavakat találni, hogy mennyiben is a pofátlanság magas iskolájával állunk szemben. Minden esetre a Mi Hazánk mozgalom továbbra is kiemelt figyelemmel követi a makói eseményeket. Jóvátételt, igazságtételt szeretnénk a kirúgott, megalázott dolgozók számára, illetve sajnos meg kell állapítanunk, hogy úgy tűnik, hogy Makón a Continental vezetői és a magyar kormány döntéshozói is azt a jelszót fogalmazták meg, hogy magyar helyett indonéziaiakat és harmadik világbélieket. A Mi Hazánk mozgalom viszont egy teljesen ellentétes álláspontot képvisel. Mi azt mondjuk, hogy mindenképpen, mindenkor a magyar dolgozókat kell előnyben részesíteni, annál az egyszerű oknál fogva, hiszen Magyarország a magyar dolgozók hazája.